Közel 4 millió forint értékben vitt orvosi felszereléseket a Tisza Európai Területi Társulás és a Várda Hagyományőrző Kulturális Egyesület a Beregszászi Linner Bertalan Kórháznak. A gyógyszerek és az elsősegélynyújtáshoz alkalmas felszerelések mellett egy ultrahangkészüléket is kapott az ottani nőgyógyászati osztály. A háborúban Ukrajna számos gyógyszergyára megsemmisült, ezért az ország gyógyszerkészlete is megcsappant. Az itteni egészségügyi intézményeknek minden segítség jól jön. A Beregszászi Kórházban már nem első alkalommal hoztunk segélyszállítmányt, hiszen a háború kirobbanása óta szinte folyamatosan szállítunk Kárpátaljára segítséget Kisvárdáról. Kisvárdán működik egy gyűjtőközpontunk, amit a Várda Hagyományozó Kulturális Egyesület, a TISZLTT és a Kárpátalja ház közösen működtet. Itt önkéntesek dolgoznak folyamatosan napi szinte 24 órában az első pillanattól kezdve, és az ország egész területéről, illetve külföldről, Németországból, Hollandiából, és nagyon sokat kapunk, sok segítséget kapunk Japántól is. Ebbe a kórházba is már japán adomány is szállítottunk, több szobába kis hűtőszekrényekkel szereltük fel. Főként orvosi segédeszközöket hozunk, gyógyszereket, de ultrahanggépet is sikerült már hozni, illetve számos olyan első segélyhez szükséges kötszert is, és ellátó dolgot, tehát orvosi segédeszközt, ami nem csak a helyi lakosság számára, de akár benti távolabbi Ukrajnába is szükséges eszközök. A kisvárdai központból már nem először érkezik adomány a Beregszászi Kórházba. A Várda Hagyományőrző Kulturális Egyesület segítségével a japán Amda Egyesület elektronikai berendezéseket juttatott el a kórház számára. Korábban német és holland felajánlásoknak köszönhetően korszerű kórházi és szülészeti ágyakat is sikerült adományként eljuttatni az egészségügyi központba. Nem először itt vagyunk Beregszászi Kórházba. Tulajdonképpen folyamatosan két hetente felmérünk, mire van szükség. Elsősorban az gyerekosztály, szülészet, intenzív osztály. Most kérés volt ultrahangra, meg intenzív osztályra, belgyógyászati eszközökre, intenzív felszerelésekre, és nyilván ultrahangra, szülészetre. Erre volt most szükség. Közel 4 millió forint értékű adományt hoztunk most. A kórház vezetősége hálás az újonnan érkezett felszereléseknek. Jelen körülmények között nagyon fontos a segítség. Tényleg nem első alkalommal kaptunk már adományt Magyarországról. Ezekre a felszerelésekre nagy szükség van a kórháznak. Főként az ilyen nehéz időkben minden ilyen támogatásra nagy szükségünk van. A háború kitörése óta a szervezeteknek már több mint 500 tonna adományt sikerült eljuttatni Ukrajna különböző térségeibe.